Hát akkor mindenki szeretettel köszönök a múltkor, a trinenti zsinatról beszéltünk is, hát leszögeztük azt, hogy mennyire fontos volt ebben a teljes ugye eszmei zűrzavarban, hogy egy egyetemes zsinat végül is egyértelműsítette, hogy mi, hol vannak a katolikus hit határai, mi az, ami még katolikus, mi az, ami már nem. És hát sajnos már a kezdetben ugye a protestánsok is kaptak erre meghívást, meg hajlandóknak is mutatkoztak egyesek, hogy elmenjenek. Ez a dolog végül mégis megjósult, és hát tudjuk, hogy teljes ugye szakadás lett a vége. Ugyancsak a zsinatnak az érdeme volt az, hogy fegyelmi határozatokat is hozott. Ugye a reformációnak az okai között szerepel, azért ezt le kell vallanunk töredelmesen, a katolikus egyház életnek, a fegyelemnek, az erkölcsöknek az üdvössége, a zilárdsága, és hát ez ellen is ugye föllépett a trinenti zsinat, megparancsolva hát ugye különböző fegyelmi dolgokat, mint amilyen például a ugye püspököknek, a plébánosoknak a helyben lakása, plébániák látogatása, a papnevelésnek a megszervezése szemináriumokban, helyi zsinatok tartása, stb. És hát ennek nyomán megindul egy csodálatos újjászületés, ami ugyan egy protestáns történész Leopold von Ranke úgynevezett el, hogy ez az ellenreformáció. De ugye hát ez nem túl jó, hogyha valami csak ellenében megy a dolgoknak. Tehát nem elég valami ellen lenni, hanem az a lényeg, hogy miért szállunk síkra, mit akarunk elérni, mi az az érték, amit érjük. Tehát sokkal helyesebben ezt katolikus megújulásnak hívni, sőt újjászületésnek, mert hogy effektíve ez volt az eredménye. Nem csak, hogy a katolikus egyház megújult, hanem tudott nagy mértékben terjeszkedni, ugye, mert az újkor, mint tudjuk, ugye a világi történelemben az új földrajzi felfedezésekkel kezdődik. Tehát ugye egy nagy áttörés történik az amerikai misszióban, illetve a távol-keleti misszióban, illetve még egy óriási nagy csoda, hogy ebben a korban nem csak hogy belülről vannak problémák, ugye az európai kereszténységen belül a reformáció miatt, hanem óriási nagy veszély jön ugye az oszmán birodalomtól, és ezen a téren is sikerül úgy megszerveznie a keresztény ellenállást, hogy gyakorlatilag ugye megtörik az oszmánok hatalma, és elindul Európa fölszabadulása. Tehát mindenképpen egy kegyelmi időszak, amire joggal lehetünk büszkék. Ugye, amikor a reneszánsz pápákról beszéltünk, akkor ott ugye érintőlegesen arról is szó volt, hogy néhány pápa próbálkozott különböző reform intézkedésekkel. Például volt ez a híres második Pius, világi nevén Énea Silvio Piccolomini, aki ugye fiatal korában még egy néha humanista, hát könnyelmű fiatalember volt, és amikor pápa lett, akkor ugye egy gyökeres változás történt, és azt mondta, hogy Éneát felejtsétek el, és Pius ölejétek magatokra. Azt figyeljétek, amit most mondok, és amit most vagyok. És hát ő volt az első, aki reformbizottságot nevezett ki, az ugye egyház erkölcseinek a megreformálásának az érdekében. Aztán ugye a második Gyula pápa reform zsinatot hívott össze, 5. lateráni zsinatot, ami szintén azért eredményeiben nem tudott nagy átütést hozni. Aztán ugye például Nikolaus Cusanus bíboros, akiről mi főleg a filozófiában tanultunk, ugye hát ő is a reform tervet készített ki, hogy hogyan lehetne az egyházi erkölcsöket helyreállítani. Aztán ugye voltak olyan reform mozgalmak is, amelyek néha hát nem teljesen szelíd eszközökkel harcoltak. Például ugye általában szokták említeni Girolamo Savonarola nevét, ugye ez egy domonkos, bolognai származású szerzetes volt, aki ugye Firenzében működött, és hát ott ugye 6. Sándor pápával szemben föllépett, sőt ugye hát egy egész mozgalmat indított,
és miután a pápa hallgatást parancsolt neki, nem volt hajlandó ezt betartani, hanem még hevesebben ostorozta ugye a Boncsa pápának a bűneit, és hát az eredmény végül a kiközösítés és a mágiával elégedés volt. De hát ugye érdekes, hogy a firenzeiek viszont hajlottak a szavára annak ellenére, hogy olyan népszerűtlen javaslata is voltak és intézkedései, mint a hiúságok mágiája. Hogy ilyen két emeletes mágiát rakott Firenze főterén, és minden olyan dolgot, ami erkölcstelen, ami bohó, ami ugye hát a keresztény komolysághoz és erkölcsökhöz méltatlan, azt mind ott el kellett égetni. Beleérte például hát a túlságosan kihívó ruhákat, karneváli öltözeteket, a kártyát, meg hasonló dolgokat is, úgyhogy ebben már egy kicsit Kádira is hasonlít, amit ő ugye Zürichben ugye elkezdett, illetve hát szorgalmazott. Aztán mondjuk elindultak olyan humanisták is a reformot sürgetik, mint például a Rotterdami Erasmus, aki ugye egy időben levelezésben áll Lutherrel, és Luther már azt gondolja, hogy hát az ő embere lett Erasmus, de mégsem, mert végül is Erasmus egyértelművé teszi, hogy a katolikus egyház mellett teszi le a voksát. Holott mondjuk Erasmus, hogyha szabad úgy mondani, maga is a reneszánszkori zűlöltségnek a gyümölcse, mert hiszen édesapja egy pap volt, édesanyja pedig egy apáca, akik ugye hát a fogadalmai megszegését által ugye fogadták Erasmus, de ennek ellenére belátja Erasmus, hogy ez nem egy járható út, tehát hogy az egyház ezen az úton tovább menne a teljes szétesés felé. Na most ugye akármilyen jó reformprogramok vannak, és akármilyen jó reformzsinat is van, meg jó dekrétumok, határozatok, de ez mind ugye valahány borsó, hogyha nincsenek megfelelő emberek, akik ezt végbe viszik. És ugye a legfontosabb az, hogy a gondviselés ebben a korban hát bőven elárasztotta a katolikus egyházat szentekkel, és olyan nagy főpapokkal, meg rendalapítókkal, meg igazi értelemben, jó értelemben reformátorokkal, akik teljesen átültették ezt a tridenti zsinatot a gyakorlatba. Első helyen említsük a pápákat, köztük is 5. Szent Pius pápát, akinek egyébként a Szent Mihály templomban is van szobra, tehát hogyha hívek felől nézzük, akkor ugye a bal oldalon, az evangélium oldalon az első a tabernákulumtól, ugye egy fehér kalikán is ugye piros mocédumban, piros gallérban. Van ugye hát, hogy domonkos származású volt, ezért nem csoda, hogy az ugye eredetileg domonkos Szent Mihály templomban, őnek külön tisztelete volt, és hát tudjuk azt, hogy bizony, ő a megválasztás előtt főinkvizítor volt. Tehát nagyon-nagyon keményen próbálta ugye a egyházat támadó eretnekségeket visszaszorítani, illetve az egyházon belül mindazt, ami az eretnekségeket ugye elővészte meg, ami az eretnekségeknek a hobolcó pontja volt. És hát azt mondják róla, hogy amikor megválasztották pápának, akkor ugye mindenki kétségbe esett, hogy itt az egész egyház egy hatalmas nagyügyen hát vallató elemmé, meg büntető intézetté válik ezáltal, hogy a főinkvizítor atya lett a pápa, és erre Pius csak annyit mondott, hogy én ezt az egyet remélem, hogy amikor meghalok, legalább annyira fognak sírni, és ugye sajnálkozni, mint ahogy most kétségbe vannak esve. És hát valóban ez meg is történt, mert hogy ez a pápa ugye a reformot elsősorban saját magán kezdte. Tehát rendkívül aszketikus módon élt, semmit nem változtatott a korábbi domonkos szerzetesi fegyelemhez képest. Ugye azt szokták mondani, hogy a fehér pápai reverenda is tulajdonképpen ő rávezethető vissza, mert hogy nem változtatta meg a ruháját, hanem a fehér domonkos habitust viselte továbbra is. Korábban ugye a pápák is a bíborosokhoz hasonlóan piros ruhába jártak, némi ugye kiegészítővel is díszesebb ellennel gazdagítva. De szóval 5. Szent Pius nagyon-nagyon komolyan vette azt, hogy hát csak akkor fog az egyház megújulni, hogyha maga a pápa mutat jó példát. Egyébként, ami még a nevéhez fűződik, az a
Lepantói csata, ugye 1571. október 7-én történt ez a csata. Ugye Görögország, a mai Görögország területén ez egy öböl, ugye Lepantó nevű helyen, de Lepantó nevű helységnél, ahol ugye hát összecsaptak az oszmánok, az egyesített keresztény sereggel. Tehát sikerült az addig egymás ellen acsarkodó és a különböző politikai meg üzleti érdekek miatt ugye szemben álló európai hatalmakat egy közösségbe, a Szent Ligába tömöríteni, és ezeknek a vezetője volt Juan de Austria, aki ugye nagy győzelmet aratott, annak ellenére, hogy a törökök úgy ugye katonák létszámában, mint a hajókban, meg fegyverekben erősebbek voltak azért a keresztényeknél. És hát nem utolsó sorban azért nevezzük mi október 7-ét a mai napig ugye a Rózsafűzér király ünnepének, vagy az eredeti változatban a győzedelmes mi asszonyunk ünnepének, mert hogy a pápa egy ima hadjáratot hirdetett, hogy ugye egész Európa és különösen a Rózsafűzér társulatok, amik akkor kezdtek ugye szervezkedni, imádkozzanak és kérjék a szűzanyát, és maguk ugye a katonát is a csatában a szűzanya nevével az ajkukon induljanak ugye az oszmánok ellen, és hát megtörtént a nagy csoda, a győzelem. Érdekes, hogy a pápa ugye mielőtt eljutott volna hozzá a hír, már látomásban ugye tudomást szerzett a győzelemről, és már is meghúzatta a harangokat, Rómában is tedeumot hirdetett. Egyébként ez a jelenet látható Vácott a Fehérek templomában, a Domonkosok templomában, hogy a főoltáron ábrázolva van ez az esemény. És Lepantó az a döntő pillanat, amikortól kezdve szépen lassan az oszmánoknak leáldozik a csillaga, és Európa kezd ugye felszabadulni. És nem csak ezen a helyen, hanem sok más helyen is bizony a szűzanyának döntő szerepe volt, mint például a Bécs felszabadulásánál, Buda felszabadulásánál, vagy én így délvidéki mindig szeretettel említem a pétervárosi csatát, ahol egy külön kegyhely van, ahol ugye 1716-ban ugye Szabolyai Jenő vezetésével keresztények győzelmet arattak a törökök fölött. Augusztus 5-én és a hagyomány szerint ott is megismétlődött a csoda, a hóvas csoda, ugye, hogy leesett a hó és a törökök ugye észveszélyben menekültek onnan. És most pedig egy kápolna hirdeti, hogy ott, ahol egykor egy dervis kolostor volt, ugye, ott mostan egy Mária kegyhely van, és a kegyhelynek a kupoláján, és ott van a kereszt alatt a fél hold, ugye, tehát azért a szűzanya is tényleg hát megmutatta az ő anyai voltát ebben a folyamatban. 15. Szent Pius pápához kötődik még ugye a misekönyv és a Zsolozsmás könyv, tovább a római katekizmusnak a kiadása. Ugye, tehát az a misszáli, amiből most is végeztük a misét, a címlapján, ugye 5. Szent Pius nevét hordja. Nem, mint hogy ezt a múltkor említettem, nem mint hogyha az ő műve lenne ez a misekönyv, vagy nem mintha az ő reformizottsága hozta létre ezt a misekönyvet, hanem ő volt az, aki megengedte, hogy ez a miseforma, ami ugye a pápai udvarban, a kúriában volt ugye szokásban, ami már a 16. században rögzült, hogy ez ugye egyetemessé váljon az egész világon, ott, ahol nincs 200 évnél régebbi helyi liturgia. Tehát volt számos egyházmegye és számos szerzetesen, akiknek volt régebbi liturgiájuk. Például az esztergomi rítus Magyarországon, vagy ugye például a Domonkosok rítusa, vagy akár a premontrejeké is, ugye az is régebbi volt. De ugye a 5. Szent Pius a misekönyv bevezetőjében a Quo Primum kezdetű bullájában rögzítette, hogy az idők végezetéig minden papnak ugye joga van ezt a misét végezni, és ebben senki őt meg nem akarja akadályozni, mert különben számolnia kell Szent Péter és Pál apostolok haragjával. De hát szóval azért ez nagyon komoly kijelentés volt. Tehát nem azt mondta, hogy nem lehet más miseforma is az egyházban, de hogy ez védett forma, hogy ezt senki sem tagadhatja meg, és nem szüntetheti meg.
No, egy következő pápa, 13. Gergely, akinek a nevéhez fűződnek a szeminárium alapítások, többek között az a szeminárium is, ami hát ma is olyan jól csend a magyar egyházban, a Collegium Germanicum, illetve Hungaricum, most ez a kettő egyben van, ugye is a jezsuiták vezették kezdetől fogva, tehát a pápa papságnak az elitje, a krémje, ugye a jövendőbeli főpapok ott nevelkedtek Rómában, a pápa szeme előtt, pontosan ugye előírt rendszerint, ugye azt mondtuk, hogy korábban, ugye a középkorban még, ugye a papnevelés az erényélyen nesetleges volt, hogy hát a legkedvesebb minisztránsát a plébános úgy szépen lassan maga mellé vette, megtanította a papság csínyára, binyára, levonta a dolgokba, és akkor egy alkalmas időben a püspök fölszentelte. De nem volt ez úgy megszervezve, hogy egy papnak ezt meg kell tanulni, ezt ugye el kell sajátítani, és utána vizsgákat venni, tehát ez nem így volt szabályozott, ezt a fidelmizsinak hozta. Ugye a papi minőség biztosítása érdekében. Továbbá 13. Gergely szervezte meg a nunciatúrákat, tehát hogy minden egyes országban legyen ugye a pápának egy nagykövete, jelenleg úgy érseki rangban van ez a nagykövet, aki biztosít egyrészt a kapcsolatot Rómában, másrészt, hogy a pápa tudjon mindenről, ami a helyi egyházakban zajlik. Következő reformpápa 5. Sixtus, aki ugye egyébként kapucinus volt, és rettentő szigorú volt ő maga is, tehát újra megerősítette a pápai államban a közbiztonságot, nem utolsó sorban ilyen akasztásnak, hát számüzetésnek egyéb szigorú, ugye, hát rendelkezések által. Egyébként, ha valaki nézte a Néri Szent Fülöpről szóló Legyenek Róka YouTube filmet, akkor ő az a kapucinus barát, aki azt mondja, hogy keresnélek, keresnélek, húzálod az utcákon és keresnélek, mert tudnom kell, hogy mi történik is, ugye, áll persze, ugye, pápa két kapucinus ruhában. Na, utána ugye 8. Kelemen például, aki megint csak nagyon sokat tett a török visszaszorítása érdekében, majd ezeket a török ellen szervezkedő pápáknak a sorát folytatjuk később, ugye hát ott lesz majd Boldog 14. Ince, akinek a budai várban is ott van a szobrannak. Hálájáljunk, hogy ugye megszervezte a katonákat is, meg a pénz alapot is, hogy ez a fölszabadulás megtörténhessen. Na de hát a pápa is ugye tehetetlen, hogyha nem állnak mellé jó püspökök, akik hajlandók közreműködni, és maguk is saját magukon kezdik a reformot. Azonnal az első helyen említendő Borromeo Szent Károly, ugye Milánon érsek, aki hát maga is azért a fiatal korában hát nem éppen ezt a tridenti reform szellemet tükrözte, hanem inkább a reneszánsznak az üldött korszakát, ugyanis ő már 12 évesen ugye reverendát öltött és apát lett, tehát olyan értelemben, hogy ugye mint a ugye nemesi családjának a harmadik gyermeke, tehát kapott egy egyházi javatalmat, tehát annak a jövedelmét azt lezsebelte minden hónapban, és a munkát pedig, illetve magát a szerzetes életet azt egy helyettes végezte. Tehát egy úgynevezett kommentátor apát, ugye, és hát a ilyenfajta nemesi ifjak, ugye ezáltal, hogy volt egy biztos jövedelem, egy egyházi, ugye, birtokból, hát élhették az életüket. Gondtalanul, mindenfajta ugye, kötelezettség nélkül, és mindenfajta munka, ugye, stabil munka feladat nélkül. Tehát ő maga is azért eléggé hát könnyelműen élte az ifjúságát, az élvezeteket hajházva, esze ágában, hogy soha pappá szenteltetni magát, a papságot ugye ténylegesen hát gyakorolni. Annál is inkább, hogy az édesanyja egy Medici lány volt, és épp a nagybácsi pedig pápa lett, ugye? És ezért 15 évesen kinevezte Károlyt bíborossá. Tehát még több jövedelem, még biztosabb hely, és még kevesebb munka. Na de hát közben ugye jött a tridenti zsinat, és más lett a pápa, más szelet kezdett fújni, és hát erre az még akkor is fiatal ugye Károly, akkor is még hát olyan 25-26 éves volt, amikor ugye végül is
belátta a életmódjának a tarthatatlanságát, egy nap alatt pappá és püspökké szentelték, egyébként a mi Szent Norbert alapítók is egy nap alatt lett diakónus is, meg pap is. Sőt, egy időben a premontrai rendben egy külön privilégium volt, hogy egy nap alatt a kettőt föl lehet venni. Na de mindegy, szóval Károly egy nap alatt lett pap is, püspök, és kiköltözött Milánóba, egy hallatlan dolog, mert hát addig úgy átkezd Ágrába volt, nem volt senkinek ott tartózkodni, ahova a kinevezése szól, hiszen azt elvégzik, ugye múltkor említettem a Weihbischof német fogalmát, tehát ugye, hogy a megyés püspök az válaszló fejedelem volt, ő uralkodó volt, neki kormányoznia kellett egy tartományt, nem volt ideje plébániákra járni, bérmálni, papokat szentelni, ilyen dolgokat csinálni, hanem ezt a Weihbischof, a szentelő püspök, vagyis a segédpüspök végezte, sokkal kevesebb jövedelemért, a jövedelem javát az pedig a tényleges ugye megyés főpásztor kapta. Na mindegy, szóval Boromeo Szent Károly felszállott ezt a helyzetet, kiköltözött Milánóba, és neki kezdett a reformoknak olyan hevességgel, természetesen azért, hogyha a papokra szerzetesekre, sőt a hívekre is próbálnak ugye rövid idő alatt nagy változásokat rákényszeríteni, és főleg, hogy ezek a változások szigorítást jelentenek, akkor ez ugye általában lázadáshoz szokott vezetni, úgyhogy Károly is az egyik szerzetes, hát imádság közben ugye próbálta megölni, sőt többször is történt ilyen gyilkossági kísérlet, mert annyira nem bírták ezt elviselni. Na ez egyébként a mi Szent Norbertünkön is megtörtént, hogy a papjai próbálták ugye meggyilkolni, de hát ő Isten megóvta ugye az életét Károlynak is, meg Norbertnek is, és aztán tehát egy újdonság volt, hogy személyesen látogatta a plébániákat, helyi zsinatokat hívott össze, ő személyesen látogatta Milánóban a betegeket, a szegényeket, sőt, amikor kitört a pestis járvány, akkor még az ágyát is eladta, hogy a pestises betegeket segítsen, és ő személyesen ugye járta és ápolta ezeket a betegeket, úgyhogy valóban hát szentként tekintettek rá. Egyébként csak úgy érdekességként a liturgiához, hogy Boromeo Szent Károlynak köszönhetjük azt, hogy megmaradt a mai napig az ambrozián rítus, ami ugye hát a milánói egyházmegyének a sajátos nyugati rítusa, és hát annak is van egy újabb változata, de létezik még a régi eredeti változata is, ugye, amit Szent Ambrus püspök nevéhez fűznek, 4. század ugye nagy püspöket, és hát ez ugye a római liturgikus életnek az egyik nagyon szép ugye része, hogy a római mellett még ott van ugye az ambrozián, Spanyolországban a mozarab rítus, majd Portugáliában a prágai rítus, és a többi. Tehát ő maga volt az, aki ragaszkodott a milánói hagyományok megőrzéséhez. Aztán ugye még egy ilyen nagy híres név, Szalézi Szent Ferenc, genfi püspök. Hát tudjuk, hogy Genf ugye hát a kálvinizmusnak a központja volt, tehát ő maga sem lakhatott a székhelyén, Genfben, hanem egy másik kisebb helységben. Viszont hát ő maga is erről volt híres, hogy személyesen prédikált, járta egyházmegyének az elbúgott hegyvidéki falvai, az életét is sokszor kitette veszélynek, mert ugye a protestánsok ezeket a katolikus hithirdetőket és a katolikus egyház újjászületését azt úgy értelmezték, hogy hát vám az ördög nem nyugszik, hogy mi ugye megreformáltuk az egyházat, visszavezettük az eredeti tisztaságához, és most mint egy vámpír ugye föl kell halottaiból ez az egyház, és újra próbál föltápászkodni, tehát mindenképpen nyomjuk vissza a sírba, és ugye ezért Szalézi Szent Ferencnek is többször az életére törtek, de ugye ennek ellenére több mint 70 ezer protestánst térített vissza a katolikus egyházba. Az ő ugye beszédeinek köszönhetően, és különösen ismerős ugye az ő jelszava, hogy több leget lehet fogni egy kanál vízzel, mint egy hordó ecettel. Tehát, hogy ő nem ostorozta, nem bócsárolta az ellenfeleit, hanem próbálta lelkükre beszélni, szépen és kedvesen, és ez úgy tűnik, hogy egy hatásos módszer volt. Egyébként volt egy
munkatársnője is, Santa Szent Franciska, egy jármű özvegy asszony, aki ugye végül is szerzetre lépett, és megalapították a vizitációs apácák rendjét, akik ugye a ima élet mellett még a lányneveléssel is foglalkoznak, illetve hát ugye támogatták Ferencet az ő apostoli munkájában. Egyébként Ferenc a újságíró védőszentjének is számít, mert hogy nagyon termékeny elíró volt, különösen is híres a mai napig olvasott az ő Philotheo című műve, a lelki élet tökéletességről a világiak számára. Tehát egy újdonság, hogy most már nem csak a papok és a szerzetesek kell, hogy életszentségre törekedjenek, nem csak nekik szól a lelki, ugye, irodalom, hanem a világiak is. És ebben a Philotheában szépen kitér arra, hogyha te egy családos ember vagy, és van civil munkád, és vannak evilági kötelességeid, akkor nem úgy leszel szent, hogy menekülsz a család élet meg a világ élet felelősségétől. Tehát nem kell megpróbálni a világ közepette kartaúziként élni, ugye reggeltől estig imádkozni, hanem abban a hivatásban és abban a helyzetben, amit a Jóisten helyezett. Tehát, hogy minden élet ugye helyzetnek, hivatásnak és minden ugye élet állapotnak megvan a maga sajátos életszentsége, ami más és más. És ezt ugye mindig meg kell a körülményeket és a helyzetet mérlegelve kell eldönteni, hogy mi az az életszentség típus, ami nekem személyesen testhez álló. Aztán ugye hát említsük, bár külön kitérünk rá, mert hát voltak is itt a közelmúltban nagyon jó előadások Házmán Péterről, ugye, tehát ugye, hogy a mi magyar egyházunk is megkapta a maga reformpüspökét, aki ugye maga is egy protestáns családból származott, és nagyon fiatalon katolizált, ugye a kolozsvári jezsuitáknál, és utána hát a Magyarország rekatolizációjának újra katolikussá tételének ugye az élharcosa lett, és nem utolsó sorban hát ő maga is egy nagyon-nagyon termékeny lelki író. Új rendek is születnek, mégpedig nagyon nagy számban, és ezek az új rendek arról híresek, hogy most már ugye végképp elszakadnak attól a középkori mintától, van egy apátság, falakkal körülzárva, és ugye aki oda belép, az egy életen át ott marad, és hát ugye a fő feladata liturgia, illetve névi kis fizikai munka. Ugye a mi Norbertünk az, aki áttörést hoz, hogy a fizikai munkát helyettesítheti a lelkipásztori munka is. Tehát az, hogy lehetnek néványák, lehetnek ugye névmisszió, stb. Na de hát ezek az új szerzetes rendek, ezek főleg a misszióra, meg a külső aktivitásra helyezik a hangsúlyt, olyannyira, hogy a jezsuiták nem is végzik ugye már közösségben énekelve a zsolozsmát, hanem ugye mindenki magánba végzi. Na most ugye hát a fő ötlete Loyolai Szent Ignátnak az volt, hogy egy ütőképes katonaságot, egy ütőképes harci csapatot, amely Krisztusért harcol, és újra ugye Krisztus számára hát megszerzi az embereket, az országokat, a nemzeteket. Ugye tudjuk azt, hogy Ignác maga is katonaember volt fiatal korában, aztán ugye súlyosan megsebesülve, miután már többször is újra kellett ugye összetörni, meg összeforrasztani a lábcsontját, és emiatt ugye az egyik lába rövidebb lett, meg alkalmatlanná vált a katonai életre, és amikor ugye lábadozik, otthon szeretne valami lovagregény. Tehát akkoriban ezek voltak az ilyen konyvaregények, meg az ilyen mindenféle értéktelen irodalmak, amit ugye a léha fiatal emberek kikapcsolódásként olvastak. De nem volt egy darab konyvaregény sem a közelben, csak Biblia, meg szentek élete. Hát ha nincs fog, akkor hán legyen. És hát ugye beleolvasott, tehát annyira megtetszett neki, hogy jött a gondolat, hogy hát ha ezt tette Szent Ferenc, én nem próbálnám ki. Ha Szent Domonkos erre képes volt, akkor én miért ne lennék rá képes. És akkor az a első nagy lelki élménye, amit a lelki gyakorlatokban elkezd ugye hangsúlyozni, hogy figyeljük meg, hogy az egyes típusú olvasmányok vagy tevékenységek milyen hatást gyakorolnak rá. Tehát, hogyha te a lelki olvasmány után össze vagy zavarod, vagy érzéki kívánságot ébrednek benned, hiú gondolatok,
akkor az ugye a gonoszról van. De hogyha ugye a lelki nyugalmat hoz, hogyha tényleg a szentség, a tökéletesség iránt ébreszt vágyat benned az az olvasmány, akkor tényleg az Istennek a műve. Tehát azt kell követni, a szellemeknek különböztetés az az egyik legfontosabb és első lecke, hogy milyen lélek, milyen hatást gyakorol rá. És aztán ugye ő maga is, amikor felgyógyul, akkor elmegy lelki gyakorlatra, ugye a híres Manrészába, ahol aztán a saját emlékedéseinek, lelkélményeinek a gyümölcsekén megszületik a lelki gyakorlatok könyve, és aztán ugye társak is csatlakoznak hozzá, nem utolsó sorban Xaver Szent Ferenc, ugye a minden idők talán legnagyobb misszionáriusa, és hát ez a Xaver Szent Ferenc is olyan, ugye Ignác után már 30 jó pár éves a megtérése után, és Istennek akarja szentelni az életét, pap is akar lenni, hát először meg kell fejezni az iskolát. Tehát ugye katonaként ő nem volt azért egy kiművelt ember, tehát vissza kellett ülni az iskolapadba, a nála sokkal fiatalabbak közé. És hát ugye az egyik iskolatársa, szobatársa volt Xaver Szent Ferenc is, aki akkoriban teljesen ugye az akadémiai karrierre koncentrált, hogy ő milyen híres, világra szóló ugye professzor lesz, és hát Ignác egy mondatot idézett neki, hogy mit ér az embernek az egész világot megnyeri, de a lelke kárt szenved. És Ferenc magába száll, rájön arra, hogy hát valóban mit ér a fényes ugye akadémiai karrier, hogyha a lelke rámegy, és akkor ugye hát csatlakozik Ignáchoz. Egyébként eleinte nem tudják ezek a Ignác féle ugye társak, hogy mihez is kezdjenek. A Szentföldre szeretnének menni, zarándokolni, de hát ugye a török helyzet ezt nem teszi lehetővé, így a pápához fordulnak, hogy mit is tegyenek, és a pápa azt javasolja, hogy hát maradjanak itt, hát itt is van egy nagy missziós terület, ugye papokká szenteltetik magukat, külön ugye esküt tesznek, fogadalmat tesznek, hogy a pápának engedelmeskednek, és mindenben ugye hát a pápa ugye utasításainak alávetik magukat, ez a negyedik fogadalom, a korábbi hármas szerzetesi fogadalom mellett, és megalakul belőlük az úgynevezett Jézus társasága, vagyis a jezsuiták ugye rendje, aminek a fő célja a misszió. Főleg ugye, hát a főúri rétegnek a visszatérítése volt az ő specialitásuk, és hát emiatt aztán később túlzottan is bele gabajognak a politikába, és hát számos uralkodónál kihúzzák a rövidebbet, és aztán elérik ugye az ő megszüntetésüket, tehát egy jó pár évig be volt tiltva a jezsuita rend. Ilyen esetre hát ők mindig is úgy számítottak, mint ugye a pápaságnak és a katolicizmusnak az ilyen elit alakulatai, az ilyen speciális csapatai. Például egy részlet az alapító bullájukból, amit 1540-ben hagyott jóvá harmadik Pál pápa. Azt mondja, hogy mindaz, aki társaságunkban, amelyet Jézus nevével ruhajtunk megjelölni, a kereszt zászlaja alatt Isten seregére akar állni, és egyedül az Úrnak és földi helytartójának, a római pápának akar szolgálni, a tisztaság ünnepélyes örök fogadalmának letétele után legyen eltökélve arra, hogy olyan társaságnak lett tagja, amelyet főképpen arra alapítottak, hogy a lelkeknek a keresztény életben és tanításban való előmenetele, valamint a hit terjesztése érdekében nyilvános szentbeszédekkel, Isten igényének szolgálatával, lelki gyakorlatokkal, a szeretet cselekedeteivel, különösen gyermekek és tanulatlanok keresztény oktatásával és szentgyónás hallgatással a keresztény hívőknek főképpen lelki igazt nyújtson. Tehát szentbeszédek, missziók, lelki gyakorlatok, ifjúság nevelése, ezek a fő ugye, tevékenységek. És valahogy a lelki gyakorlatokban is, hogy eredeti formájukban 30 napos lelki gyakorlatok ezek, ugye végül is szóval nagyon erős képzelő erő kell hozzá. Tehát, hogy egy-egy bibliai jelenetben beleképzelem magam például, hogyha én is annak a része lennék. Vagy például
elképzelni a pokol kínjait és a mennyországnak a boldogságát. És akkor ugye egy szilárd döntést hozni arra vonatkozóan, hogy én melyik zászló alatt akarok harcolni az életben. Krisztus zászlaja, vagy a sátán zászlaja alatt, ugye a két zászlónak a elmentelése. Na, szóval azért egyébként nagyon jellemző a jezsuitákra a föltétlen és abszolút engedelmesség. Tehát ugye Ignác azt mondja, hogy olyan legyen az engedelmesség, mint a holttest engedelmesége, mint a hulla engedelmesége. Tehát, hogy még a leghalványabb gondolatban sem merészeljek az előjáróval szemben próbálkozni, vagy dönteni, vagy megkérdőjelezni az ő ugye, határozatait. Hát mondjuk én, mivel hogy az én rendi lelkiségem az meglehetősen különbözik ettől, mindig szkeptikus voltam ezzel kapcsolatban, zárójelben hozzáteszem, mert ugye hát azért van egy olyan szabály is, hogy jobban kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek, és mi van, hogyha az az előjáró olyan parancsol, ami Isten akarata ellen, vagy a lelkiismeret ellen van, ugye? Hogy azért a gonosz is tud ezáltal, az abszolút engedelmesség által nagyon sok mindent elérni, hogyha megkapadítja a főhelyet. Tehát ezért ezzel én óvatos lennék. Bár azt mondták nekünk a szemináriumban, hogy ha te engedelmeskedsz, akkor nem tetsz rosszat. A felelősség az az előjáróban. Te csak ugye megtetted, ami a kötelességed volt. Hát én ebben is ugye némileg szkeptikus vagyok. Na minden esetre egy percig sem szeretném ugye kisebbíteni a jezsuiták hatalmas érdemeit, amit ugye hát a misszióban, meg a Európa katolikusság lételében tettek. Na most itt említve volt ugye az ifjúság nevelése, erre egy csomó új szerzetesen alakult. Például a piaristák ugye, Kalasanci Szent József, spanyol pap, aki ugye hát elsősorban a szegény, kallódó, ugye senki által nem fölkarolt gyermeke. Koncentrál, és ezeket összegyűjti, és nagyon érdekes, hogy egyáltalán nem az a cél, hogy ilyen szuper elit, nagyon hatékony iskola legyen, hanem hogy elsősorban a keresztény erényeket tanítsák meg, és adjanak a kezükbe valami mesterséget, valami kenyérkereső munkát, hogy ne koldoljanak és ne lopjanak, hanem dolgozzanak és így éljenek. És például hát a József idejében még az volt a szabály, hogy miközben megy a tanítás az iskolába, néhányan örökimádást végezzenek a kápolnába, hogy az ima háttér biztosítva legyen. Tehát, hogy azért ez pietas et littere, ez a jelszó, tehát a jámborság és a művelő, a tudomány, a nevelősöknek már az oktatás. No, aztán például addig még senki sem gondolt arra, hogy hát a szegény lányokat is föl kell karolni és nevelni kell, bár a szegény lányokat, akik ugye az erkölcstelen élet területére tévedhetnének ugye a szegénység miatt, hát ezt a feladatot látják el mondjuk az angol kisasszonyok, Vald Mária vezetésével, akik ugye az ignáci ugye lelkiséget követik, viszont hát a fő profil ugye az ifjúság, a leánynevelés, illetve hát később a szegény iskola nővérek, ugye akik szintén úgy ingyen iskolákat tartanak fenn, és próbálják a leányokat arra nevelni, hogy jó feleségek, családanyák, jó keresztény nők legyenek végül is. Aztán a betegápolás egy újabb terület, ugye Istenes Szent János megalapítja az irgalmasok rendjét, akik ugye ingyen ápolják a betegeket, tehát akkor még nincs kórházhálózat, nincs semmiféle állami ugye egészségügyi ellátás. Hanem bizony a szerzetesek azok, akik korábban is végezték ugye a betegek, szegények, szociálisan hátrányos helyzetűek gondozását, és most pedig például az irgalmasok rendje elláll rá. Aztán meg kell említeni mondjuk a redemptoristákat, Liguri Szent Alfonz vezetésével, aki egy ugye olasz püspök, híres moralista, tehát kiadja az ő ugye erkölcstan könyvét, ami nagyon sokáig, és hát tulajdonképpen a mai napig is lehetne a gyóntatóknak a legfontosabb kézi könyve, és hát az ő rendje a redemptoristák, ugye a megváltóról, a redemptorról lettek elnevezve, a népmissziókat, a lelki gyakorlatokat tartja a fő céljának, mert
hogy elmélyíteni ezt a katolikus hitet, és valóban ne csak ugye rutinból és szokásból cselekedni, hanem mély meggyőződéssel és mély elkötelezettséggel. Aztán ugye a misztika megújulása, például ugye a sarokban kármeliták, megtörténik az a nagy-nagy ugye, reforma kármelita rendben, amit nagy szent Terész, illetve férfi részről keresztes Szent János végez. Ugye a kármeliták eredetileg ugye Palesztinában indultak, a középkorban, erről már beszéltünk, amikor ott tartottunk, és hát egy ilyen szemlélődő, imádságos, máriás remeterem volt, ami aztán Európában áttérve ugye forduló rendben, de aztán idővel, hogy az eddig szokott, ellangultak, ugye hát keresztül Nagy Szent Terész arról beszél, hogy ő ugye 20 évig élt úgy a kolostorban, hogy tulajdonképpen egy ilyen könnyelmű kis laza életmód volt, hogy mindenkinek volt saját konyhája, azt főzött, amit akart, azt evett, amit akart, akkor ment ki a városba, amikor akart, akkor jön haza, amikor akart. Ugye minden apácának egy gazdag ilyen rajongó tábora volt, akik jöttek ugye terepel élni, bájcselekni az apácákkal, és ugye hát ilyen szárok voltak ezek az apácák, hogy hát nekem ugye hát a Terész nővér, a lelki barátnőm, hát ez egy státusz, egy presztízs, meg stb. És hát ez nem tett jót az apácák lelki életének, mondanom sem kell. És aztán Terész egyszer azt mondja, hogy egy megostorozott Jézus szobrot nézve megdöbbent arra, hogy ez mennyire hiába van ez az életmód, és 20 éves apácaként ekkor tér meg az igazi szerzetes életre, és hát tudjuk, hogy egy nagyon határozott nő volt, hát már gyerekként is elmenekült otthonról, hogy misszióba menjen, tehát ez a határozottság az mindig megmaradt, úgyhogy hát valami hihetetlen munkabírással járt, ugye a vidéket, új kolostorokat alapított a semmiből, tehát ilyen legendák vannak, hogy mennyi pénzünk van a kincstárban, mit tudom én, egy ezüst vagy dukát, vagy akármi volt akkor. Akkor nyugodtan kezdjük el az új kolostor alapítását. Na de nővér, hát mit lehet adni az ő? Egy ezüst és Terész a semmi, egy ezüst, Terész és a Jóisten az minden. Tehát lehetett kezdeni, ugye, és Szent Józsefet nevezte ki a ugye, gazdasági felelősség, úgyhogy hát egy csomó mindent elért ezáltal. Az egyházban egyébként nagyon sokan voltak, akik szembeszálltak vele, hogy ördögtől megszállott nőszemély, meg hasonló ugye, titulusokat kapott. Rengetegen ugye, keresztbe tettek neki, hogy Terész egyszer elkeseredve mondta is, hogy Uram, hát én annyit fáradok érte, az egész életemet rátettem arra, hogy a te akaratodat végbe vigyem. Hát annyit sokat elszenvedtem is, mindenről lemondtam, és ezt érdemlem, hogy most kitört a kocsit, gyereke, meg belestünk a megállat folyóba, meg minden java. Azt mondja az Úr Jézus, hogy tudod Terész, én mindig így bánok a barátaimmal. Mire ugye Terész azt mondja, hogy azért is vannak olyan kevesen. Még az Úr Jézusnak is ő elmondta azért, ami a szívén volt. Keresztes Szent János, hogy hát ő végképp egy nagyon misztikus, nagyon visszafogott, defelé forduló szerzetes volt. De hát ő is, amikor elkezdődött Terész követni, és a férfiaknál is megpróbálni a reformokat, az eredeti ugye szellemhez való visszatérést, azért is így, hogy a sarok vannak, mert abban a szegénység is benne van. Hát börtönbe szállják a rendtársai, eltűntják a misézéstől, éheztetik, 8 hónapig nem adnak neki friss alsóruhát például. Azt a kenyeret kapja, ami már 2 hete ugye ki van dobva, mint elszáradt és megtermészedett kenyér. Tehát a legkegyetlenebb módokon próbálnak ugye nyomást gyakorolni rá, és végül is ugye, hát a nagy szenvedésben keresztes Szent János leírja az élményeit, ugye csodálatosak az ő írás, ez egy egyháztanító, ő maga is hasonlóképpen, mint Terész, a lélek sötét éjszakájáról ír, hogy ugye a lélek sötét éjszakájában megjelenik végül is az Istennek a vezetése, az Istennek a fénye. Aztán, hát szóval ezek a lehetőmények sokan beszélni ezekről a rendalapítókról, de még csak nagyon röviden kitérünk az újkori missziókra. És említettük Szabéli Szent Ferenc nevét, ugye, aki a
fényes akadémiai karriert föladva, neki megy a nagyvilágnak, és ugye viszi az evangélium örömhírét először is Indiába, vagy Japánba, és nagy vágya, hogy eljusson Kínába is, ugye mert ez egy hatalmas nagy birodalom, de a végén csak annyi sikerül, hogy egy olyan szigeten kötnek ki, ami Kínához tartozik, és mivel jön a tél, ezért ugye a társai el akarnak menni, a hajósok, és őt pedig ott hagyják, és végső szegénységbe betegen, magára hagyatva ott meghal ezen a szigeten. Tulajdonképpen, de hát ugye azt tudjuk, hogy sok százezer személy, akit ő személyesen keresztelt, ugye Rómában, az Il Gesù templomban, ami a jezsuita rend fő temploma, és szemben a Szent Ignác sírjában ott van az az oltár, ahol őrzik Szavéri Szent Ferenc kezét, ami ennyit keresztel, azt mondja, hogy már megbénult már a sok kereszteléstől, és hát arról beszél, hogy egyszerűen annyira hitott ez a nép, és különösen a gyereknek az evangéliumra, hogy rövid idő alatt mindenki megtérne, hogyha lennének elegendően a missziósok. És akkor azt mondja, hogy kedvem támad körbejárni az Európa egyetemeit is, elkiáltani magam, hogy emberek ezrei, százezrei, milliói lesznek árva azért, mert ti csak a saját karriereteket ugye űzitek, és csak a saját kényelmetekre gondoltok, és nem mentek ugye, hogy neki hirdessétek az evangéliumot. Egy részlet Szavéri Szent Ferenc leveléből, amit 1542-ben írt főnökéhez, Loyola Szent Ignáchoz, egyébként térdemába írta ezeket a leveleket, mert ugye az engedelmesség és az előjáró iránti tisztelet az idézeti akkoriban. Azt mondja, ezen a vidéken a portugálok egyáltalán nem laknak, mert a terület hegyes, kopár és szegény. Itt a benszülött keresztények, akiket a papok magukra hagytak, semmi más nem tudnak, mint hogy keresztények. Nincs, aki a szentmise áldozatot bemutassa nekik, nincs, aki megtanítsa őket a hitvallásra, a mi atyánkra, az üdvözlégre és a parancsolatokra. A gyermekek sem breviáriumot imádkozni, sem menni, sem aludni nem hagytak, könyörögve, hogy tanítsa meg őket valami imádságra. Akkor megérezted, ilyen neki a mennyek országa. Mivel az ilyen istenes kérés istentelenség lett volna visszautasítana, kezdve az Atya fiúi Szentlélek megvallásától, próbáltam megtanítani velük az apostoli hitvallást, a mi atyánkot és az üdvözlégyet. Nagyon tehetségesnek tapasztaltam őket. Ha lenne, aki megtanítsa őket a keresztény élet szabályaira, kétségtelenül igen jó keresztények lennének. Fölmerül az a kérdés is, hogy na de milyen nyelven tette ő ezt, ugye? Mert hát ezek különböző helyi nyelvek, meg bár Japánra például. Hát mondják, hogy valami hihetetlen, páratlan nyelvtehetség volt Ferenc. Tehát, hogy pillanatok alatt megtanult egy új nyelvet. Aztán beszélnek nyelvcsodáról is, tehát, hogy ugye értették a saját nyelvükön, de mondjuk megmaradt az a adat is, hogy például ahhoz, hogy japánul megtanulja a 10 parancsolatot, 40 napi tanulásra volt szüksége. Tehát neki a nyelvzsebinek, hogy úgy elmondja a 10 parancsot, hogy ezt a japánok is megértsék. Aztán ugye hát nagyon érdekes a módszer is. Tehát észrevette azt, hogy a japánok úgy, mint ma is, nagyon precízek, nagyon pontosan. Szeretik a hierarchiát, és hát ezért mondjuk elkezdett olyan ruhába járni, ami a japán előkelőségeknek a ruhája volt. Tehát, hogy ő mutassa a társadalmi státuszt, hogy ugye fölfigyeljenek rá. És aztán ugye próbálta megnyerni a vezető réteget. Hát igaz, hogy aztán rájött, hogy a császárnak akkoriban Kínában, vagyis hát Japánban nem nagyon volt hatalma, a fő shogun az pedig egy csecsemő volt, tehát mondjuk nem nagyon sokra ment vele, de mindesetre a földes urakat is próbálta megnyerni, és hát híres volt a jezsuitáknál az úgynevezett alkalmazkodó módszer. Tehát, hogy amit lehet a helyi szokásokból, és ami nem ellenkezik a keresztény hittel, az bevenni a kereszténységben. Aztán emiatt el is ítélték őket, a Matteo Ricci-t, az egyik leghíresebb misszionárius, mert ugye például mondjuk a japánoknál elképzelhetetlen, hogy egy férfi, egy idegen férfi mondjuk fizikailag megérintse egy nőt.
Na most, amikor keresztelünk, akkor ugye megkenjük a különböző testrészeket olajjal. Ezt az jezsuiták elhagyták például, és ezt Róma nem hagyta jóvá nekik, mert ugye szóval itt megint az a kérdés, hogy van ez az inkulturáció, hogy minden kultúrában testesül meg az evangélium, de meddig mehetünk úgy, hogy ne áruljuk el a lényeget. Vagy hogy ugyanazt fejezzük ki a másik nyelvek kultúrának az eszközeivel. A mai napig egy nagy kérdés és számtalan helyen próbálkozás született ezzel a kapcsolatban. Szóval Szent Ferenc minden esetre óriási érdemeket szerzett, és ezért ő ugye a világ misszióknak a nagy védőszentje. Aztán ugye nézzük egy más földrészre, Amerika. Ugye Amerikában általában rémhíreket terjesztenek részben joggal arról, hogy a spanyol és portugál, ugye, hát betelepedők hogy viselkedtek, ugye ezeknek a nemek konkvisztátorok, tehát hódítók, akik meghódították a területeket, és hát természetesen mentek velük misszionáriusok is, akik főleg jezsuiták, illetve dovonkosok, ferencesek, kapucinusok voltak, és hát itt van egy térkép, ugye Dél-Amerikában, és ezek a zöld részek mutatják azt, hogy az egyes szerzetesek hol működtek. Ugye azt azonban mindig tudni kell, hogy miközben a spanyolok, portugálok hát úgy tekintettek a benszülöttekre, hogy ezek tulajdonképpen nem is emberek. Ez egy állatfaj, akiket lehet úgy gyilkolászni, kirabolni, lerombolni a falvaikat, épületeiket, mint hogyha nem is emberek lennének. Pontosan az egyház volt az, a pápa volt az, aki kimondta, hogy van halhatatlan lelkünk emberek, igenis. Ugye tisztelni kell a jogaikat, nem szabad úgy bánni velük, mint a vadállatokkal, és igenis, hát a missziónak a ugye, tárgyai lehetnek. Aztán például itt látjuk Paraguayban van egy terület, ahol megszületnek az úgynevezett jezsuita redukciók. Ez egy nagyon fontos fogalom. Unilik ezek ilyen termelő szövetségek voltak, ilyen falvak, amiket a jezsuiták alapítottak, megkeresztelt indiánokból, és ugye ezek általában tehát nagymértékű szabadságot élveztek abban az értelemben, hogy meg voltak védve a támadásoktól, tehát ugye az európaiak bosszogatásaitól. Szabadon választhatták például a saját előjárójukat, meghatározták a saját szabályzatokat, működési szabályzatokat. 8 órának volt ugye korlátozva a munkaidő, és aztán saját maguk döntöttek arról, hogy a megtermelt ugye, javakat hogy fogják szétosztani maguk között. Tehát az egyik célja volt a missziónak az, hogy keresztények legyenek, másrészt, hogy ugye megszokják a letelepedett életmódot, tehát a földműveléshez szokjanak, az állattenyésztéshez, hogy ugye ezt a nomád mód, ezt számadhatóvá tette őket, de a letelepednek is vannak stabil ugye, lakóhelyek, városai, stb., akkor sokkal biztosabbak és jobban léthetik magukat. Aztán ugye, hát külön érdemes lenne egyszer beszélni arról a nagy csodáról, hogy a Mexikóban történt a Guadalupe jelenés, ugye, hogy tulajdonképpen a szűzanya a megjelenésével annyi indián terelt az egyházba, amennyit a reformáció ugye kilökött az egyházból, tehát pontosan annyian lettek keresztények is, mindenfajta kényszer nélkül, önként is dalolva. Tehát ugye úgy, hogy megértették azt, hogy akit mi hirdetünk, az nem egy olyan istenség, aki a véreteket kívánja. Ugye, mert ez az ős vallásuk az indiánoknak, ez bizony tartalmazott nagyon sok borzasztó embertelen, kegyetlen elemet. Az ember áldozatokat például, ugye, hogy az Istenek küldjenek esőt, ugye például. Tehát a föld termékenységét így próbálták biztosítani, ugye. Pontosan le van írva, hogy hát, ha volt hadifogoly, akkor hadifoglyok voltak az áldozatok, ha nem, akkor a saját népükből vették az áldozatokat, hogy ugye egy kőkéssel fölnyitotta az áldozatnak a mellkasát, és a dobogó szívét kitépte, és fölemelte áldozatok az istenségeknek. Tehát mondjuk nem biztos, hogy ennek a vallásnak az elhagyása, hogy az annyira ártott volna az indián kultúrának, mert hiszen ugye ez már egy leszálló ágban.
ez az indián civilizáció, amikor oda megérkeztek az európaiak. És hát a szűzanya Guadalupe-ban megmutatja, hogy egy anya, aki gyermeket vár, aki életet hozott, aki nem a halált hirdeti, hanem egy új életet. És hát csodálatos mondjuk azzal a képpel kapcsolatban is, hogy mi mindent fedeztek föl, ugye majd egyszer erre külön kitérünk. Szóval, hogy egy rendkívül nagy hatalmú beavatkozása volt az égieknek. Aztán például voltak ilyen missziósok, Kláver Szent Péter, aki fölkapott a régen rabszolgákra, tehát amikor jött egy újabb nája, ugye Afrikából, ott elfogott rabszolgákra, akkor Kláver Szent Péter kiment a kikötőbe, megvásárolt ezeket a rabszolgákat, magához vitte és a szárnyát. Számos vértanú is van, akiket szerintünk tisztelünk azóta is, és hát a európai missziósoknak el kellett hagyniuk Japánt. Olyan módon, hogy több mint 200 évig nem volt ott pap. Egyáltalán senkit nem küldtek meg. És amikor 200 év múlva visszatértek ezek a misszionáriusok, akkor azt látták, hogy vannak ott keresztények, vannak templomok, ugye a laikusok megkeresztelték a ugye egymás, mert laikus is keresztelnek szükség esetén, elvégezte ugye hát a házasságot is lehet ilyenkor kötni, tanították a katekizmust, vasárnaponként összejöttek imádkozni, énekelni, szerveségük nem volt, szerveségük nem volt, de amit egy laikus tehet, az, és túlélte a kereszténység, sőt van egy jó kis sztori, hogy ugye amikor visszajöttek a missziósok, akkor hát olyan keresztények voltak, akik még életükben nem láttak papot. Most honnan azonosítsák be, hogy ez az a pap, aki nekünk kell, aki a mi fajtánk, vagy valaki más?
Akkor megkérdezték, hogy ugye elvitték őket a Mária szoborhoz, amit ugye eldugva tiszteltek ott valahol, hogy ne lássuk. Tudják, hogy kiről készült ez a szobor, hogy ki ez a gyerek, akit a kezébe tart? Hát igen, ez a boldogságos Szűz Mária, és a kezén van az üdvözítő Jézus. Első próba, ki? Következő, azt mondja, hogy van Rómában egy nagyhatalmú főpap, aki az egész egyháznak a vezetője, akinek ti is engedelmesek el, hogy legyenek. Tudjátok-e, ki az? Hát igen, ő küldött minket, a római pápa. A második és lépvének volt. És a harmadik. Mondjátok, hol vannak a feleségeitek meg a gyerekeitek? Nekünk nincs, itt nőtlenségben élünk. Harmadik lépvé, harmadik próba, ez a papok. Tehát ezt így leírták, hogy ez valóban így történt, ugye? És hát ugye mondhatjuk, hogy végül is, hát ez egy hősies példa, ugye most nemrég csináltak egy filmet, ez a Némaság című film, ami pont ezt a korszakot dolgozza föl. Hát én ezzel nagyon vitatkozok azért, hogy egy ilyen témát penceget, hogy a japánok ugye, miután látták, hogy maguk a misszionáriusok, az európai, a jezsuita misszionáriusok, hát vállalják a halált is a hitért, nem tagadják meg a hitüket, hogy egy ilyen taktikát találtak ki, hogy a megtérített benszülötteket kezdik ugye kínozni, meg keresztre feszíteni, meg ilyen vállalatot embertelen kegyetlenséggel ugye megölni, és azt mondják, hogy addig fogjuk ezt folytatni, amíg ti papok meg nem tagadjátok a hiteteket. Tehát csak úgy menthetitek meg ezeket a benszülötteket, amíg ugye, hogyha hittagadók lesznek. És aztán ugye, hát a film az egyébként egy japán írta, csak ez a hírhet Martin Scorsese volt, aki a filmet megvalósította. És akkor az egyik jezsuita arra jön, hát tulajdonképpen ember életeket kell megmenteni, hát én formálisan, anélkül, hogy komolyan gondolná, rátaposok a keresztre. És ez meg is történik, és a film úgy ábrázolja nagyon ravaszul, hogy mintha maga a keresztre feszített Jézus szólalna meg, hogy taposnál nyugodtan, én azért jöttem a földre, hogy engem eltapossanak. És a végén ez a pap, hát végül is látszik, hogy ténylegesen megtagadta a hitétlen, megtagadja a hivatását, és megjösül, ugye, buddhista lesz, buddhista szertartás szerint temeti, de ugye a film rendezőnek ez a trükkje, hogy mutatja, amit ők ugye elégetni kellene a temetéskor, és hogy a kezében van egy kis kereszt, hogy minthogyha ő megőrizte a hitét a szívében. Na most, hát ez nekem többen jöttek azzal, hogy hát ez milyen mély, ugye lelkületnek mennyire komoly mondani valója van ennek a filmnek. Hát én azt mondom, hogy azért azt ne felejtjük, hogy sohasem szabad rosszat tenni, hogy abból jó származunk, az egy alapvető erkölcsi elv. Tehát én a hitemet nem tagadhatom meg akkor sem, hogy ebből látszólag, pillanatilag valami jó származik. Mert ugye ő ezzel hány ember megjutalmaztatott, hogy látják, hogy az a pap, aki nekünk a hitet hirdet, aki megkeresztelt minket, megtagadja a hitet. Hogy hány lelket gyilkolt meg ezáltal, ugye? Tehát ez nem lehet, nem szabad. És hát a másik dolog, hogy nem a legfőbb érték a földi élet, hanem az örök élet. És ugye, hogyha ez nem így lenne, akkor az összes vértag hiába halt volna meg. Akkor nem is tisztelnék őket. Tehát azért az ilyen dolgokkal nagyon vigyázzunk. És főleg, amikor itt próbálják rá, ugye nyomni ezt a bélyeket, hogy hát mi milyen kegyetlenül ugye kizsákmányoltuk meg, elgyarmosítottuk a világot, hát azért legyen különbséget a közünk, amit ugye hát a világi szerencserovagok csináltak, és amit az egyház tett, mert az egyház lelketet mentett, és néha fizikailag is életeket mentett, ugye. Egyébként Izabella a spanyol királynő kezdetén mondta, hogy a benszülöttek azok szabad embernek, nem szabad őket rabszolgának, ugye, tartani. Csak hogy ugye a konkvisztátorok nem tartották magukat ehhez. Úgyhogy nagyon sokszor éppen az egyháziak, a missziósok és a konkvisztátorok emiatt nagyon nagy ellenében voltak, és nagyon ugye, nagy csaták voltak. Na, szóval, ja, még egy szerzetes rend, amit nem említettem, meg nincs itt a nővér, ugye, hát a lazaristák, meg az irgalmas nővérek, azok is akkor alakultak,
ugye Páli Szent Vince, Párizsban láthatják, nem csak Amerikában, meg Indiában van a nagy lelki nyomorúság, hanem Párizs utcáin is megalapította a missziós papok társulatát, a vazalistákat, az ő ugye munkatársnője volt Mariák Szent Luisa, aki az irgalmas nővérek alapítója, és ugye hát ezek most már a betegápolást is, a leánynevelést is ugye feladatoknak tekintették, és itt megint a női szerzetességgel megtörténik egy nagy, nagy változás, hogy addig az apácát az csak szigorú klauzúrával, szigorú elzártságban tudták elfogadni, és most pedig először történik ez, hogy kimehet a kolostorból, és foglalkozhat emberekkel, egyenlőre ugye lányokkal, vagy ugye bajba jutott nőkkel, de mégiscsak végezhet valami apostoli munkát, amellett, hogy természetesen kolostorban imádkozik és a megfelelő szabályzat szerint él. Hát nagyjából ennyi. Persze hát a barokk, ugye művészet is ekkor születik meg, a barokk zene, a barokk építészet, a barokk szobrászat, tehát ismerik a nagy neveket, ugye Brahmán, Bernini, Michelangelo, ismerik a nagy mintákat, ugye Rómában a Szent Péter bazilika, az Il Gesù, ugye a jezsuitáknak a főtemploma, pazar díszítés, mozgalmasság, és természetesen nem utolsó sorban a középen a tabernákulum, ugye tehát a középkorban sokszor volt úgy, hogy oldalt volt egy külön kis oszlopon, egy külön kis vár formájában, vagy a falban, egy ilyen bélyelésben. Most ugye nagyon erősen megmutatkozik, hogy azt hangsúlyozunk, amit a protestánsok tagadnak. A valóságos jelenlét, a szent és áldozati jelenlét, az első, ami szembe tűnik, amikor belépek a templomba, az az Úr Jézus valóságos jelenléte a tabernákulumban, ugye angyalokkal körülvéve, és tulajdonképpen az maga liturgia is, maga az egyházene is, meg az épület is, tulajdonképpen a mennyországnak egyfajta földi ábrázolása. Tehát minthogyha a mennyei ugye, fény és dicsőség betört volna ide a föld és a idő, a tér és az idő keretei közé, tehát mindenképpen egy megdöbbentés, egy lenyűgözés a célja ennek a művészetnek, illetve az, hogy hát az Istennek megadja a maximumot, amit megadhat az emberi művészet, az emberi tudás, az emberi ugye, tehetség.